Pécsre érkezett a Szívvel a Stroke ellen elnevezésű országos kampány. A betegségben évente 20 000-en halnak meg itthon. Gyógyulásra akkor van esély, ha a jeleket időben felismerik, a betegek pedig gyorsan szakszerű ellátást kapnak. A stroke a harmadik leggyakrabban előforduló halálos betegség Európában, évente 1,4 millió ilyen halálesetet regisztrálnak. Magyarországon mintegy 200-250 000-en veszélyeztetettek, évente 40-50 000-en kerülnek szélütés miatt kórházba, közülük 20 000-en meghalnak. A betegség leggyakoribb kísérője a szívritmus zavar. Az életkor előre haladtával meredeken emelkedik a gyakorisága. Hogy egy kicsit megértsük ennek a problémának a súlyosságát, mondok egy EU adatot, ma körülbelül az EU-ban 5 millióra becsülik az ilyen ritmuszavarban szenvedőknek a számát. A szélütött betegeknél akkor van esély a gyógyulásra, ha gyorsan szakszerű orvosi ellátást kapnak. Mi azt tapasztaljuk, hogy sajnos nagyon sokszor késlekedés van. Nagyon sok az az idő, amíg a tünetek kezdetétől eljutnak odáig, hogy mentőt hívnak. És itt szeretném azt kihangsúlyozni, hogy fel kell hívni mindenkinek a figyelmét, hogyha ilyen tünetek jelentkeznek, súlyosan végtaggyengeség, beszédzavar, akkor azonnal hívják a mentőket. A stroke nem csak az idősek betegségre, egyre gyakrabban jelentkezik fiataloknál is. A statisztikák szerint a betegség a férfiaknál 5 évvel korábban fordul elő, mint a nőknél. A túlélők rehabilitációja hosszú ideig tart. Átlagosan az embertek 25-30%-a sajnos egy hónapon belül meghal, tehát ez egy elrettentő adat, és ezek a magyar halálozási adatok sokkal rosszabbak, még sajnos a mai napig is, mint az európai átlagok. A másik nagy probléma, hogy azon betegek, akik túlélnek, sajnos sok esetben a betegek közel felénél hosszú távú maradandó károsodásra számíthatnak, tehát mindössze a betegek 10%-a fogja tudni élni az életét relatíven normális körülmények között, a többség ápolásra, segítségre szorul. A Szívvel a Stroke ellen elnevezésű országos kampány célja, hogy felhívja a figyelmet a betegség komolyságára. A szervezők polgármesteri hivatalokban, gyógyfürdőkben és bevásárlóközpontokban tartanak felvilágosító előadásokat, és ingyenes szűréseket is végeznek.